játszani! Lemond a pénzről! Nem érdekel! Nem akarok meghalni! Hát legyen! De... elmehetek? Hát persze, elmehet! De hiszen azt mondták... Tessük egy játék! Mehet is! Gyerünk! Gyerünk! Kérem! Ne! És a kis malacét is blancsant! Bal szerencse, lúzerek! Harry és Fergus, az igazi hősök. Megtaláltak, amikor senki más. Ha ők nincsenek, halott lennék, és a kis Kayleigh Murray félárva lenne, apja lenne csak. És nézd, van egy szép kis kép is háromunkról. Hármunkról? Te hol vagy? Ott vagyok, kezemben a pohár. Nehogy a fejetekbe szálljon a hírnév. Holnap már ebbe csomagolják a fish and chipset. Te mikor ettél utoljára fish and chipset? Jók voltatok mindketten. Megmentettétek a nőt. Megvan a gyilkos. Baromi király. Meghívlak egy italra. June, még egy kört kérek a nap hőseinek. Adsz egy húzas, Harry. Kicsit hosszú a húr. A nevem Rita Duffy. Kayleigh Connor mondta, hogy itt találom. Ismeri Kayleigh Connor? Hát nem, de Kimmich-ben lakunk. És a kislányom osztálytársa anyjának, az unokatestvére Fodrász Kayleigh munkahelye mellett. Szóval egy ismerős kérdezte meg Kayleigh-től, hova jöjjek. Akkor úgy tűnik, beszélnem kell Kayleigh-vel. Ne ráharagudjon. Ő is rögtön tudta, hogy csak maga segíthet rajtam. Mit segíthet? Egy éve Ross a férjem meghalt. Lezuhant egy 10 emeletes garázsházról. Nem akarok udvariat. De az leszel! Fogd be, Glenn! Azt mondták, öngyilkos lett, hogy leugrott. Voltak anyagi gondjaink, de akkor se tenne ilyet, nem az a típus. Visszakaptam a cuccait, és mi nem volt? Búcsúlevél. Ez bizonyíték, nem igaz? Tényleg? Hát, hogyha... tudják, csak megírta volna, hogy miért. Ő mindenre gondolt. Mindig, amikor öngyilkos lett. Köszi. Ez egy olyan kamera, amit a rendőrök is hordanak. De Rossznak nem volt ilyen, én tudnám. És ez önmagában is elég furcsa. És itt van ez. Az éjjeli szekrényem volt. Pék birka, kertész, malac. Fogorvos, nyúl. A játék április 29-én délben indul. Mit jelent ez? Nem tudom. Rossz kertész volt. Nem tudom, ennek mi köze én van? Én se tudtam. Ma reggelig. Újságot olvastam, és ezt láttam. Buszsofőr, birka. Virágos, malac. Hentes, nyúl. A játék április 28-án délben indul. Az 3 nap múlva van. Egy kicsit azért érdekes, nem? Vállalja az ügyemet. Sajnálom a férjét, Mrs. Duffy, de nem foglalkozom ezzel. Nincs kihez fordulnom. Kayleigh véletlen volt. Sajnálom. A válaszom nem. Harry! Sajnálom, oké? Beszélek majd vele.
Elment már? Igen, de segíthetnénk neki. Rászorul. Ahogy a félvilág is. Én nem is szólhatok bele. Nem. Nem vagyunk Cagney és Lacey. Ki? Tudjátok, miért kiabálok? Azért kiabálok, mert a főparancsnok helyettes kiabált velem az elmúlt 10 percben. Tudjátok miért? Ne szakíts félbe, Raymond, nem végeztem. A főparancsnok helyettessel a főparancsnok kiabált előtte. Tudjátok, miért ordibált mindenki? Anyám miatt. Hogy a fenébe találta meg Colin Fontaine-t. Csak mákja volt, mákja? Mert... Mákja? 4 oldalas cikkben fejtegeti az istenverte újságja, hogy mekkora inkompetens hülyék vagyunk. Csak ismert egy színdarabot, amiről a kutya sem hallott, de egyszeri eset volt. Nem lesz több ilyen. Ha jót akarsz, nagyon remélem is. Értitek, milyen nehéz helyzetbe hoz ez engem? Talán élvezem, hogy le kell szídnom a saját férjemet? Nehogy szellemeskedj, Raymond, most inkább ne! A főparancsnok szerint, ha kiderül, hogy bizalmas aktákat mutattál neki, mész a vizsgálóbizottság elé. Vége lehet a karrierednek, érted? Értem. Utolsó eset volt. De már, Viv. Tudod jól te is, hogy Charlie sosem tenne ilyet. Én mellette vagyok. Igazán szívhez szóló a bajtársias megnyilvánulásod. De vele együtt mész te is. Hogyan jövök én ki ebből? Fogd az anyádat rövid pórázra. Harry! Harry, itthon vagy? Harry, nyisd ki, találtam valamit! Konkrétan zöld vagy. Mit keresel? Másnapos vagy. Sosem vagyok másnapos. Ó, azt látom. Csinálok ellenszert. Van tabaszkód? Csak kínozni próbálsz engem. Nem. Az csak a bónusz. Tegnap kutakodtam a neten, miután hazaértem. Megnéztem az újság oldalát. Megvan a tavalyi hirdetés. A P-kertész fogorvosos. Jaj, ne. Csak azt ne. Annyira nem értek. Mindjárt fog. Ez 2 éve volt. Vegyész, birka. Rendőr, malac. Tanár, nyúl. A játék április 30-án indul délben. Visszanéztem, de nem volt régebbi. Szóval? A baloldali Ross Duffy haláláról szól. Pár nappal a halála után írták. A jobboldali ugyanazon a napon jelent meg, mint a másik. Ez egy másik férfi, Trevor Farrelly. Belefulladt a folyóba. Térj már a lényegre, vagy szúrj szívem, vagy válasz. 3. bekezdés itt. Nézd, mi volt a munkája. Jézusom. Mr. Farrelly fogorvos volt a belvárosban. Na, hát fogorvos volt. Igen. 3 voltak a hirdetésben. Pék, kertész és fogorvos. Hm? Ebből 2 meghaltak aznap. Az újságban 2 éve meghirdették. Vegyész, rendőr, tanár. 2 sztori volt, nézd. 1 tanárt leszúrtak egy helyi parkban. Ugyanazon a napon, mikor egy vegyészt akasztva találtak az erdőben. Az elmúlt 2 évben 3-3 foglalkozást hirdettek meg az újságban. Minden évben 2 olyan foglalkozású meghal az említett napon. Ez nem lehet véletlen. Igazad van, de mi ez a birka, malac, nyúl? Mi akar ez lenni? Gőzöm sincs, de így már vállaljuk az ügyet. Jézus, hallod magad? Vállaljuk-e? Nem vagyunk detektívek. Miért nem? Megtaláltuk Kélit is. Én találtam meg őt. Én pedig megmentettelek. Nagyon hálás is vagyok, de nem leszünk magánnyomozók. Nem vagyunk Batman és Robin. Oké, okay, ezt legalább értem. Nem úgy, mint azt a Candy és Larry-t. Cagney és Lacey. Jó, mindegy. Gyerünk, Harry. El kell ismerned.
Érdekes az ügy, ugye? Az. De nem vágok bele. Értem, oké? Most nincs hozzá kedved. Édd meg, egy húzásra. Úgy egyszerűbb, ha megállsz közben, nem tudod folytatni. Igen, egyszerűen undorító. De működik. Évek óta rendszeresen csinálok ilyet. 10 perc, és kutya bajod se lesz. Hívd majd, ha kész vagy. Charlie még nincs itthon. Megvárom. Tudod, fogalmam sincs, mikor jön. Hagyd neki üzenetet, ne pazarold az időt. Nem sietek. Mostanában sosem csacsogunk. Csacsogunk? De miről? Nem tudom. Csináltál valami izgit? Valaha? Máshogy értelmezzük az izgi fogalmát. Biztos. Milyen a meló? Még sosem kérdeztél a munkámról. Tudod egyáltalán, mit dolgozom? Na, náhogy tudom. Te vagy az, aki csinál ilyen valamit. Ilyen... Szenior biztosítási elemző vagyok. Mármint, persze, tudtam. Biztos fantasztikus? Igen, tényleg az. Szóval biztosítóknak dolgozom, matematikai és statisztikai analízissel állapítjuk meg, hogy... Jut eszembe, hol van az unokám? Bocs, de nincs itt, kedd van. Kedden tornára jár, csak későn ér haza. Hogyan jutott eszedbe, Lola? Csak a karrierválasztás miatt már annyi idős lassan, nem igaz? Azt hiszem, több időt kéne vele töltenem. De miért is akarná vele lenni? Hát egy lány jobb, ha ismeri a nagyanyját. Kell neki az iránymutatás, és én kapura jöhetek. Ráterelhetném simán a helyes útra. Nem, Lola már pontosan tudja, hogyan tovább. Mindent megterveztünk. Az egész életét. Itt vagyunk! Szia, Charlie! Csak 5 percet kérek tőled, és már most itt sem vagyok. Nem jó. Nem ér rá? Két ember meg fog halni, szóval... Jaj, nem, már megint könyörgök. Most nem akarok beleavatkozni, csak elmondom, amit tudok, aztán mehetsz is végezni a munkád. Amit ma majdnem elveszítettem. Mi? Emlékeztek a főnököm nejére, a parancsnok helyettesre? Nem túl elégedett. Nem érti, hogy találtad meg Colin Fontaine-t. Azt hiszi, segítettem. Szívesen megmondom, hogy le se tojtál. Ha újra előfordul, bizottság elé állítanak. Tényleg sajnálom, Charlie, de nem az én hibám, hogy először se hallgattál meg. És utoljára. Többet nem lesz ilyen, ugye értetted? Jó, vettem. De van valami, ami... Nem! Miért nem érted meg? Ha nem hagyod abba, ki fognak rúgni? A munkád? Hogy gyilkosokat fogj, és ketten meg fognak halni? Elég legyen! Ezt nem tudhatod. Honnan tudnál ilyeneket? Nagyon feszült vagy. Jól van. Én iszom még egy pohárral a finom borotokból. Addig Orla elvisz kicsit a hálószobába, és helyrehoz. Mi? Stressz!
a korodbeli férfiak első számú gyilkosa. Utána nyugodtan, lazultan lejössz, és végre meghallgatod, amit mondani akarok. Az előző gyilkosról sem hallgattál meg engem. Ne örülj ennyire. Hogy én? Moi? Jól van, akkor mit keresünk itt? A szerkesztőségben voltam reggel. Egy kedves fiatal ember visszakereste nekem, kiadta fel a hirdetéseket. Nem is hinném, hogy ilyen információkat kiadnak. Nagyon meggyőző tudok lenni. És segített a 40 euró is, amit adtam. A hirdető egy bizonyos Bradley Gillen a 60-as számban lakik. Oké. És a fazon? Sorozatgyilkos? Nem hinném. Láttam bemenni az imént egy amolyan küldöncnek tűnik inkább. A kérdés az, kinek a küldönce? Bradley? Beszélhetnénk a hirdetésekről? Amiket a helyi labban adott fel az elmúlt években. Hozzászólna? Nézze, tűnjön el, oké? Nincs mit mondanom. Amúgy nem tudom, miről beszél. A gyónás könnyít a lelken! Ki beszél? Bradley vagyok. Épp letámadott valaki. Egy nő kérdezgetett a hirdetésekről. Hogy mi? Ki volt az? Nem tudom. Csak kérdezte, hozzá akarok-e szólni, meg hogy tudja én. Hey! Bradley. Te idióta, ott vagy. Ha valaki ért valamihez. Egy Gary Whelan nevű tagot hívott. Rólad mesélt neki. Ki ez a Gary? Nem tudom. De ismerek valakit, aki talán igen. És azt tudták-e? A Kanári-szigeteket nem a madárról nevezték el, hanem a kutyákról. Kanári kutya. Nem. Latinból jön. Canarie insulae. A kutyák szigete. Mint a K9. Dr. Hú kutyája. Apa! Fergus! Miért vagy itthon? Beszélhetnék veled. Hogy vagy, Fergus? Kérsz egy italt? Most nem, köszönöm. Eléggé sietek. Jössz? Menj, Molki, mielőtt a fiat bepisél. Majd újra osztunk, ha visszajössz. Ezzel pont nyertem volna. Jesszus, apa! Mi a halálért kártyázol Happy-ékkel? Csak nem elfelejtetted, mit csinált néhány hete? Nem. Ő nem akart semmit sem. Kézben tartottam mindent. Hagyjuk a fenébe, jó? Na, ismersz egy Gary Whelan nevű arcot? Persze, hogy igen. De miért is érdeklőzte Gary Whelan után? Miért? Ki ő? Hát, egy kicsi beteg fazon. Nagy hazárd játékos. Jobb inkább nem az útjába kerülni. Nem kispályás. Veszélyes. Nyugi, csak tudni akartam, hogy kicsoda. Te ismered? Nem én. Csak a könyvelőjét. Ismersz egy könyvelőt? Erik. Erik Murray. Jó arc. Galambozik. Van egy szép versenygerléje, Lisa. Egy régi bútorboltban dolgozik a Snooker terem utcájában.
Jól van. Köszi. Honnan szerezted az információt? A banda vezérettől? Ja, persze. Egy öregebb mucsó. Figyel minket, utcagyerekeket, és megtanít a tolvajlásra. Az nem normális, hogy egy ilyenkorú fiú tudja, hogy hol talál egy gangster. Ja, mert amit te csinálsz, az normális egy ilyenkorú nőnél. A normális túlértéked. Elnézést! Bocsánat, zárva vagyunk. Pont időben vagyok. Mit ajánlana, ha ottománt keresnék? Nem tartunk ilyet. Megmondom, miért kell. Igen, kérem, ne. De hadd mondjam el, még talán maga is meggondolja, hogy tartson néhányat. Ismeri Gina Lollobrigidát? Nem ismeri Gina Lollobrigidát? Sose hallottam róla. Olasz színésznő, óriási didikkel. Nézze, hölgyem, rengeteg dolgom van még. Elnézést. Magát nem tanították jó modorra? Éppen beszélek magához. Kapjon le! Oh. Nincs ottomán. Megyek máshová. Igen? Rendben, Geri. Már is megmondom a számát. Csak... ez furcsa. A laptopomat nyitva hagytam itt egy perce. Semmi, nem. Diktálom a számot. 086... Testkamera. 402... 22... 22. Egy egész karton volt. Pont ilyet viselt Ross Duffy, amikor fejest ugrott a tizedikről. És megvan a laptop. Bár van egy kis bibi. Sajnos jelszó kell hozzá. Három hibás, és a vinyó letörli magát. A jelszó pedig nem Linda. Honnan tudod, hogy három próba lehet, és miért lenne Linda? Körülnéztem nála, miután elment, és Linda, mivel van egy galambja... Nem Linda, hanem Lisa. Oké, tehát a jelszó nem is Lisa. Egy próbálkozás maradt, ha? Van egy ötletem. Miért nem mész haza és vigyázol a húgodra? Mi? Nem hagylak egyedül. Valljuk be, engem már látott. Jobb, ha téged nem lát meg. Jól van. Elveszthet valamit? Ó, Isten, nem már. Zárva vagyunk. A laptopját talál. Én leszek ma a legjobb barátja, Erik. Más a hangja. Honnan tudja a nevem? A megbízója feldühített néhány befolyásos embert. Szerintem tudja, ki küldött. Nem. Csak nem azt mondja, hogy maga... A legjobb barátja leszek, mert adok magának egy kis előnyt. Dél-Amerika csodás tavasszal, bárhol, ahol nem adnak ki bűnözőket. Nem tudom, mit akar, de jobb, ha nem szórakozik velem. 30 másodperc, és visszavonom a szavam. Mehet börtönbe élete végéig, talán egyszerában lehet Willemmel is. Nem veszem be. Hát, ahhoz joga van. 20 másodperc. Ki dühített fel? Tényleg azt hittem, megúszta következmény nélkül, Erik? A haláleseteket 10 másodperc. 3. 2, 1. Jól van, mit akar tudni? Mondja meg, mi a jelszó a laptopján? Hogyan működik a játék, aztán? Rohanjon! Nem kéne ide jönnöd, ki fognak rúgni? Ne aggódj, nem maradok. Harry, nem jöhetsz csak így? Kiszálltam, esküszöm. Geri Willen. Gyilkos játékokat rendez 3 éve.
hihetetlen, de van, aki önként jelentkezik, hogy levadásszák. Háromból egy marad, 100 000-et kap az utolsó. Felteszik az életüket 100 000-ért? Akivel beszéltem, azt mondta, akár kevesebbért is. Van, aki ilyen típus, azt hiszi, halhatatlan. A legtöbb. De akad olyan is, aki csak kétségbe esett. Mások pedig nézzék a dark webben. Biztos tudod, mi az, én nem tudtam. Élő közvetítés, nem felvétel. Fogadni is lehet a nyertesre, és ebből él Gary Whelan. Cukillisza 74 kisbetűkkel. Minden, ami kell, itt van. Az is, hogyan foghatod el őket délben, holnap. A pokolba, Harry. Csak arra nem jöttem még rá, hogy ki a vadász. Az csak Whelan tudja. De azt tudom, az illető pestis doktor maszkot hord. Egy mit? Borzalmas kampós csőrű maszkot. Tudnád azonnal, ha látnád. Ennyi. Ígérem. Csak ki akarlak engesztelni, amiért bajba sodortalak a főnöknél. Belátásod szerint járhatsz el vele. Használd fel, vagy vágd a kukába, ha akarod. Csak ne az utóbbit választ. Nem kell megtudniuk, hogy tőlem kaptad a tippet. Nem kell aggódni, ha nem avatkozom semmibe. Csak bocsánatot kértem Charlie-tól. Hallottam, bajba sodortam szegényt. Én tudom, maguk ketten barátok. Charlie nagyra tartja magát. Sosem mutatja ki. Mert nem szereti a nyalizókat. Valóban. Azt mondta, magának köszönheti, hogy ilyen jó zsaru lett. Érdekes, hogy eddig nem találkoztunk. Még nem találkoztunk igazán, kivéve a múltkor Charlie-nál, mikor azt mondta, nem hallott róla. Hát, nagyon zűrös volt az a nap. Azt tudjuk. Nos, akkor remélem még összefutunk máskor is, főfelügyelő úr. Hívjon Ray-nek. Harry. Sajnálom. Tudod róla, hogy ilyesmibe keveredett? Nem. Semmit. Ha tudott volna róla, még az. Köszönöm. Nyugodj. Önnek is köszönöm szépen. Ezeket végig viselniük kell. A szabály egyszerű. Futhat, de el nem bújhat. A következő 24 órában szem előtt maradnak, de végig mozgásban. Hisz ne feledjék, vadászunk magukra. Ha látják őt, részvétel. Mert akkor már aludtak. Kettejükkel nem találkozom, de amelyikük túléli, kézbe is kapja a 100 000 eurót. Nos, kezdhetjük is a műsort, igaz? Az egy óra egérútjuk megkezdődik. Ne mozdulj! Állj! Senki sem mozduljon! Térdre! Kezeket a torkóra! Ne mozdulj! Kiváló munka, láttam a hírekben. Szép fogás? Még így mondjátok, vagy van már új szó? Mondd el, hol vagy pontosan! Azonnal! De miért? Mi a baj? Új hirdetés. Mi? Várjunk csak.
Nyugdíjas professzor, a játék már elkezdődött. Francba! Willen azonnal hívta az ügyvédjét. Nem hajlandó együttműködni. Gyere be az őrsre, itt biztonságos. Azt nem hiszem. Ezt nem vettem észre. Ott az első hirdetés. Rendőr is volt, a kettő másik halt meg. A résztvevők is cinkosok. Ezek szerint van egy korrupt zsaru valahol. Talán szolgálatban van, akár ott nálatok. Nem. Kizárt. Honnan tudják, hogy segítettem? Kinek mondtad el? Senkinek. Kihagytalak belőle. Megbeszéltük. És ha valaki kihallgatott, amikor bent voltam tegnap? Bármelyikükért tűzbe tenném a kezemet. Azt tudom. Pont ezért nem mehetek be. Sajnálom, Charlie. Professzort keresem. A nevem Kien Omara. Halló? Igen, itt vagyok. Ki beszél? Jó, kiváló. Nem kértelek, ha nem bánja. A Times-nál vagyok újságíró, és én is nyomozok az ügyben. Tessék? Igen, az embervadászat. Gary Whelan, az egész után. De maga többet derített ki, mint én az elmúlt egy évben. Én... Talán segíthetnénk egymásnak. Halló? Vonalban van még? Jó lenne, ha találkozhatnánk. Talán egy kávézóban? Nézu, Harry! Figyelj, nincs idő kérdésekre. Követnek! Mi? Mégis ki követ? Hogy ki az most nem fontos. Hogyan tudnak követni, és hogy állítsam meg? A telefonod biztos. Egy rakás app követ a térképen. Nem annyira precíz, hogy pontosan megtaláljon, de ha hívnak, nevet fel. Azzal rögtön lebuksz. A fenébe! Hogy állítsam le? Kapcsold csak ki! Vagy tedd repülőüzemmódba a telefont. Ha nincs térerő, nem tud követni. Oké, ez menni fog. Jól van. Van hova menekülnöd? Jó messze parkoltam. Hát, ha a kocsimat is követik. A filmekben is így csinálják. Semmi gond, csak apám. Vigyázz, mit mondasz előtte. Nem árulna el semmit szándékosan, de ismer pár sötét alakot. Én is így tudtam meg, hogy jutunk Gary Whelanhez. Apa! Emlékszel Miss Cassidyre? Szociális munkás. Pár napig itt lesz megfigyelni minket. Küldtek levelet. Emlékszel? Igen. Igen. És az ma van? Nem kell aggódnia, ha nem szegte meg a szabályokat. Hát, a szabály... A szabály. Csak annyi, hogy épp el kell mennem egy... Jó, ne aggódj, apa. Biztosan meg tudok oldani mindent. Jó. Így jó, Mrs. Csak... Tudja. Az időzítés. Igen, semmi gond, Mr. Reed. Oké. Ügyesen. Kedvesek az emberek errefelé. Egy kis közösség. Mindig van, aki tud vigyázni Libertyre. Rám nem is kell vigyázni, már majdnem 8 vagyok. Te vagy Harry? Igen. Honnan tudtad? Fergus csak is rólad beszél. Harry azt mondta. Pofa be, Leeds! Örvendek a találkozásnak. Ó, milyen udvarias. A tanárom, Mrs. Webb szerint nagyon fontos az illem. Akkor biztos nagyon jó tanár. Nem az. Általában egy zsémbes vén nyanya. Elnézést! Nyomás tanulni, büdöske! Viszlát később, Harry! És anyukátok?
Elment. És sose jelentkezett többé? Ez van. Jeannie nagyi ide költözött. Ja, az jó volt. De egy pár éve meghalt. Azóta újra hárman vagyunk. Kérdezhetek valamit? Nem vagy tolvaj. Miért támadtál meg mégis aznap? Ne ítélj el, oké? Egy nap hazaértem, és itt volt egy arc, Happy. Itt ült, ahol te. Happy kölcsönt ad embereknek. Egy uzsorás. Apa tartozik. Happy azért jött, hogy beszedje a heti részletet. De hiányzott még 13 euró és 26 cent. Happy kért egy pohár teát, és azt mondta apának, mire megissza a teát, legyen meg a pénz. Különben felsétál az emeletre, Liberty szobájába, és eltöri a karját. Jézusom! Kiabáltam Molkival miatta, de csak kertelt tovább, mintha le tudná beszélni róla Happy-t. Mint megtudtam, az alkoholisták nem valami jók a nehéz helyzetekben. De mindegy. Volt pár percem a megoldásra, és te voltál, aki szembe jött. Harry, sajnálom. Tudom. Soha többé nem kell nekem mondanod. De apád egy hülye. Hé, a házában vagy. Jobb, ha nem szidod apámat. Próbálkozik. Nem túl jól. Ő ennyire képes. Legalább itt van. Megcsináljuk Libby háziát, aztán kitalálhatnánk, hogyan tovább. Igaz? Meg kell találnunk, mielőtt megtalál téged. Rendben. Szóljunk a fiadnak. Hívná az egységét. Na, bízik bennük, de bármelyikük lehet az áruló. Máskülönben vége lenne a karrierjének. Nem, ezt Charlie nélkül kell lerendezni. Valahol hazai pályán, amit ismerek. Amit Mr. Pestis doktor pszichoállat, nem. Kitaláljuk. Mindjárt jövök. Kitaláltam. De ki kell maradnod ebből? Túl veszélyes. Mi lenne Libertyvel nélküled? Tudom, mit csinálok. Jó ember vagy, Fergus. Kardok 600 évesek. Egy igazi szamuráj mester leszármazottja okított minket. Az acélt ezerszer hajtogatták. Egy vagyontér.
különleges alkalomra tartogattuk. Mondja, miért rohangál embereket vadászva? Ezt tanulta a Szent Edmundban? Egy szamuráj mester leszármazottja okította? Más azt mondaná, tanította? Az okítról leri a Szent Ed. Ráhibázott. De nem itt folytatta, hanem messzebb. Oxford! Balliol tanszék? Na, ezt tippeltem. A hangja. Hallom benne a fellengzős gúnyt. Noha, kicsit elfojtja ez a röhelyes maszk, amit visel. Levehetné. Elég az előjátékból. Térjünk a döfésre és vágásra. Gyerünk odarra! Nyomás, siessetek! Arra! Arra! Maga kotnyeles satrafa. Bukko. Szereti a reszkesetek betörőket? Foglalkozik. Mi? Nem is értem, mit mond. Csak motyog. Ha meg akar ölni legalább, vegye már le azt a nevetséges maszkot. Honnan ismer egy ilyen fazont, mint Gary Whelan? Ismeri a mondást. Úgy szabadulhat a kísértéstől, ha megadja magát. Whelan olyan, aki segített másoknak ebben. Ne izguljon. Nem ide jönnek. Ó, de igen. Nem mondtam. Az egészet közvetítjük az előadó terem óta. Talán egy perc előnye van, ha szerencsés. Ez aztán tényleg éles! Te mit keresel itt? Hogy találtál meg? Mondtam! Egy csomó követ! Tartsátok bilincsben! Várjatok, amíg a másikat is betesszük. Utána bevisszük őket az őrse.
Deja vu valakinek? Nem, köszönöm. Nem csípem a francia kaját. Sajnálom, ha gondot okoztam. Tényleg nem így akartam. Tudom, de látod, ez van, amikor olyan beütöd az orrod, ami nem rád tartozik. Embereket öltek. Nem dughattam homokba a fejem. Nem. Persze, hogy nem. Ezután rád száll a főparancsnok. Meglátjuk. Nem tudom, mit mondtál Raynek, de nagyon ki akar állni mellettem. A nejével szemben is.